tavaly már potyogtak rakéták arra a gátra, és ugye akkor igazából nem történt semmi. Tehát annyi volt, hogy nyilván a tetején egy-két épület megrongáldott, meg stb. És ugye ez volt tavaly novemberig, miután november akárhányadikán, nem emlékszem pontosan, mikor ugye az oroszok kivonultak Herszonból, ugye nyilván az ukránok saját magukat már nem lőtték, tehát a Herszont nem lőtték, és a gátat se lőtték tovább. És most kicsit gondoljunk bele, hogy mi történt november és június 6-a között. Az történt, hogy volt egy relatív enyhe tél, túl sok csapadék nem esett, viszont, amit is így, amit a múltkor beszéltünk, a tavasz az iszonyatos módon csapadékos volt. És tegyük hozzá azt, hogy ezek az árhullámok, amik levonultak, folyamatosan nagyon nagy mennyiségű eső esett hirtelen. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ezt a gátat 1956-ban vagy 55-ben vagy 56-ban építették, tehát nem egy mai konstrukció. Jól meg lett egyébként építve, tehát ez nem ez a hitványi szovjet építészet, hanem tényleg ez jól meg lett csinálva. De azért 55-től 91-ig karbantartás biztos, hogy volt, mert arra a Szovjetunióban azért figyeltek. Viszont, hogy 91-től 2022-ig nem nagyon volt karbantartva, én arra elég nagy tételben mernék fogadni, mert az ukránok sajnos inkább mindent lelakni szoktak, mint karbantartani. Ugye ezt a saját szememmel láttam akár a Krímen, de hát ugye Kárpátalja is ennek egy tipikus példája, akár kijár ott. Tehát annyira Ukrajna része, hogy oda egy kopejkát szerintem nem fetszoltak be, de a Turul-szobrot azért ledöntötték, mert az ugye fontos. És szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy ott valószínűleg a karbantartással is voltak problémák 91-től 2022-ig, de hogy 2022-től 2023. június 6-áig nem volt karbantartás, az egészen biztos. És hogyha itt van vízügyi szakember, akkor gondolkodjon el azon, hogy mit jelent egy ilyen nagy gátnál az, hogy egy évig úgy nincs karbantartva, hogy közben hullanak rá a lövedékek, és nekem az a személyes véleményem, és egyébként már mindjárt alátámasztom pár közvetett bizonyítéka, hogy miért gondolom ezt, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki június 5-éről 6-ára viradólag lőtte a gátat, hanem egész egyszerűen a gát megadta magát. Tehát úgy volt vele, hogy gyerekek, én ezt eddig bírom, ezt a hatalmas víztömeget, a karbantartás hiányát, hogy múlt évben pufogtattatok rá mindenféle fegyverekkel, és a gátnak a teteje egész egyszerűen átszakadt. Az ukránoknak se jön jól ez a dolog, mert most ők is foglalkozhatnak azzal, hogy Herszonba ott az embereket telepíthetik ki katonai járműveken, civil jármű ugye már nem nagyon van, és a katonai erejüket arra kell összpontosítani, ha tetszik, hanem hogy a herszoniakat mentsék ki, mert azt nem lehet megcsinálni, hogy ott emberek tízezerei fulladnak meg a vízbe. Tehát ezzel igazából senki nem járt jól, és persze én hallottam olyan véleményeket, hogy az oroszoknak ez azért jó, mert elárasszák a partmenti részeket, és akkor az ukránokat nehezebben tudnak partra szállni. Csak ebben meg megint van egy nagyon érdekes fordulat, hogy az oroszok nyilván a partmenti részt azt elaknásították egy részét, és ugye látni olyan felvételeket is, hogy ezek az aknák elműködnek hatalmas víznyomás miatt. De nem is az az egészben a legrosszabb, hanem az, hogy amikor aknát telepítenek, arról van egy térkép. Vagy az ukránoknak, vagy az oroszoknak, vagy rosszabb esetben mindkét félnek. Na most onnantól, hogy ez az áradás ezt az egészet elmosta, innentől igazából a tyúkoltól kezdve a Fekete-tenger aljáig itt bárhol lehet bármiféle akna.